5 millió forintot már átutalt Bige László nagyvállalkozó a baloldal kampányára, és kifizetett egy 60 milliós kutatást. Erről Márki-Zay Péter beszélt egy interjúban, és már kérték, hogy a milliárdos állja egy újabb kutatás költségeit. Márki-Zay Péter korábban azt mondta, hogy nem lát benne kivetni valót, hogy a műtrágya drágulási botrányban érintett vállalkozó támogatja a kampányát, hiszen, ahogy fogalmazott, akár az ördöggel is összefog. Közös adománygyűjtő vacsorákat és beszélgetéseket szervezünk, és nyilván a legnagyobb potenciális adományozókhoz elmegyek személyesen is. Ezt a baloldal miniszterelnök jelöltje mondta a szabadeuropa.hu-nak. Márki-Zay Péter úgy számol, hogy 2-3 milliárd forint kellene a kampányukra. Elismerte, hogy Bige László nagyvállalkozó korábban már átutalt 5 milliót és kifizetett egy 60 milliós kutatást is. Arról is beszélt Márki-Zay Péter, hogy itt nem állnak meg. A kartelezésért megbüntetett milliárdost arra kérték, hogy megint finanszírozzon egy kutatást. Támogatja Márki-Zay Pétert? Ha kéri, akkor támogatom, igen. Bige László néhány hete jelentette ki, hogy annyi pénzzel támogatja Márki-Zay Pétert, amennyit kér. Tehát hajlandó lenne anyagilag is elkötelezett teljesen, teljesen természetes. Az átutalt több millió forintról pedig Bige László csak úgy beszélt, hogy az némi apró. Csak némi aprót. A gazdasági versenyhivatal a közelmúltban rekordmagas összegre, 11 milliárd forintra bírságolt a Bige László cégeit kartellezés miatt. Az ügyészség pedig hűtlen kezeléssel vádolta meg. A milliárdos vállalkozó ugyanis piaci helyzetét kihasználva mesterségesen megemelte és magasan tartotta a műtrágya árát. A kormány szerint ezzel nem csak a gazdákat károsította meg, hanem gyakorlatilag mindenkit, aki kenyeret vagy Magyarországon termesztett zöldséget és gyümölcsöt vett. 7 év alatt Bige László kartelezése 36 milliárd forintnyi kárt okozhatott a magyar gazdatársadalomnak. Az Agrárminisztérium határozottan kiáll azért, hogy a gazdálkodókat és a magyar családokat senki se károsíthassa meg. Éppen azért támadják, mert olcsóban adta. Márki-Zay Pétert úgy tűnik, mindez nem foglalkoztatja. A baloldal miniszterelnök jelöltje újságírói kérdésre védelmébe vette a milliárdos üzletembert. Sőt, ahogy fogalmazott, akár az ördöggel is összefog. Ennek kapcsán pedig ő maga említette Bige László nevét. Ahogy Gyurcsány Ferenc mondta, az ördöggel is össze kell fogni. Én is így látom ezt. Hát meg is tette Gyurcsány Ferenc személyében. Meg Bige Lászlótól is elfogadunk pénzt, meg nagyon sok mindenkitől. Tehát valóban az ördöggel is össze fogunk fogni, nyugodjanak meg. A Hódmezővásárhelyi polgármester és a Vörösbáróként is elhíresült Bige László nem titkolják, hogy jóban vannak. Nemrég egy belvárosi luxus étteremben egyeztettek.